Kísérletünkben ismeretlen anyagokat azonosítunk kémhatásuk alapján. Felhasznált eszközeink. Kémcsőt tartó elvány a kémcsövekkel. A kémcsövekben már kimértük a három ismeretlent, 1, 2 és 3 számú kémcsövet megszámozva, nem tudjuk a sorrendet. Csipesz, óraüveg, cseppentő, felhasznált anyagaink, univerzális indikátorpapír, és a három ismeretlen anyagunk, amelyeknek az azonosítását végezzük a kísérletünkben, és kimértük a kémcsövekbe. Híg sósa, híg szalmiák szesz, és desztillált víz. Tehát ezt a három anyagot tartalmazza a kémcsövünk ismeretlen sorrendben. Az első kémcsővel mintát veszünk. És univerzális indikátorpapír segítségével azonosítjuk az oldatkém hatását. Látható, hogy az indikátorpapír kék színűvé változott. És hogyha azonosítjuk ezt a szint a pH-skála alapján, akkor megállapítható, hogy körülbelül 10-es pH-t mérünk, ami azt jelenti, hogy lúgos kémhatás megjelenését jelzi az indikátor. Kémcsőből is mintát veszünk. Beleérintjük az indikátorpapírunkat. Látható, hogy az indikátorpapír piros színű lett. És a pH-skálánkkal azonosítva körülbelül az 1-es és a 2-es pH közötti értéket kapunk, tehát savas az oldatunk kémhatása. Harmadik kémcsőből is mintát veszünk. Megvizsgáljuk indikátor papír színét. Enyhén zöldes színezetű lett, sárgászöld színű.
És ez a szín, ez pedig pontosan a 7-es pH értéknek felel meg, tehát az anyagunk semleges kémhatású. A kémhatások alapján ezután azonosíthattuk az oldatainkat. Tehát az első kémcsőben lúgos kémhatású oldatom volt, a második kémcsőben savas, a harmadik kémcsőben pedig semleges volt az anyagom. Miképpen értelmezhetjük és azonosíthatjuk a mintáinkat. Az első oldat, ami lúgos kémhatást jelzett, az volt a Higgs-Salmiak-Szesz. A szalmiakszesz az ammónia vizes oldata. Az ammónia gáz, mikor beleoldódik a vízbe, sabbázis reakcióba lép a vízmolekulákkal. Az ammónia protont vesz fel a víztől, tehát bázisként viselkedik. A víz protont ad át, tehát savként, és a reakció eredményeként ammónium ionok és hidroxid ionok képződnek az oldatban. A megnövekedett hidroxidion koncentráció okozza a lúgos kémhatást. A második kémcsövünkben, amiben az indikátor papír piros színnel jelzett, tehát savas oldaton volt, ez a Higgs-sósav. A Higgs-sósav a hidrogénklorid gáz vizes oldata. A hidrogénklorid ugyanúgy savbázis reakcióba lép a vízzel, mint az ammónia, de a hidrogénklorid gáz savként viselkedik, protont ad le, a víz jelen esetben bázisként, és protont vesz föl. A desztillált víz kémhatása semleges. A vízmolekulák kis mennyiségben szintén reagálnak egymással, az egyik vízmolekula sav, a másik bázisként viselkedik, tehát hidroxidionok és oxonium ionok lesznek az oldatban, de nagyon kis mennyiségben, és a koncentrációjuk, az anyagmennyiségük egyenlő. És mivel a hidroxidion és az oxonium ion koncentrációja megegyezik, ezért a kémhatás semleges. Tehát a kísérletünkben az oldatok kémhatását indikátorral azonosítottuk. Savas kémhatásról akkor beszélünk, ha az oldatban az oxonium ion koncentrációja nagyobb, mint a hidroxidionoké. Lúgos kémhatásról, ha a hidroxidionok koncentrációja nagyobb, mint az oxonium ionoké. És semleges kémhatásról, mikor a két ion koncentrációja megegyezik. A kísérlet elvégzésére egyéb indikátort is használhattunk volna, például metilnarancsot, metilvöröst, fenolftalein vagy lakmusz indikátor. Természetesen mindegyik indikátor más-más színváltozással jelezte volna a savas, lúgos, illetve a semleges kémhatást. Köszönöm a figyelmet!